A Petőfi Sándor Művelődési Házban szombaton megtartott tanácskozást az eltérő fejlődésű gyerekek terápiás ellátását célul tűző BHRG alapítvány, a Művelődési Ház munkatársai, a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság közösen szervezte az önkormányzat támogatásával. A következő nemzedék neveltetésének kiinduló pontja az útra bocsátó család, ezen belül pedig a szülők párkapcsolata. Nem véletlen, hogy a konferencia felvezetéseként Pál Feri atya a konfliktus kezelésről a probléma megoldás fontosságáról tartott előadást. A kapcsolataink azért mennek tönkre, amit akkor csinálunk egymással, amikor problémáink van. Tehát nem a problémáink miatt megyünk tönkre, hanem amiatt, ahogy egymással bánunk, amikor problémáink van. A megértés, együttérzés, megbecsülés és biztonságérzet kialakítása alapja a gyerekek érdekében végzett fejlesztő pedagógiai munkának, de meghatározója a család összetartozásának is. A konferencia hivatalos megnyitásakor erre utal Győriné dr. Ceglédi Márta polgármester. Hiszek abban, hogy egy gyermeknek szüksége van az anyára, de szüksége van a férfire, szüksége van az apára. Én a teljes családmodellben hiszek, és a Jóisten megadta nekem, hogy én is élhetek. Azért azt gondolom, hogy ez nem mindenkinek adatik meg. Ezért én nagyon hálás vagyok, és azt gondolom, hogy ahol ez nem adatik meg, ott pedig gondoskodni kell arról, hogy a nagy család, a férfi modell rendelkezésre álljon a gyerekeknek is. A konferencián gyakorló pszichológus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő tanár, látásszakértő, logopédus, illetve pedagógus foglalta össze tevékenységének eredményeit a gyermekek fejlődését befolyásoló külső és belső tényezőkről. Hát, ami miatt ez a szakmai nap kikerekedett, az, hogy ez a mozgásterápia központ, amit Jászfényszarukban létrehoztunk, ez igyekszik a városon belül, illetve ennek a módszertannak országosan vinni a hírét. Minél több gyereknek jár, azt gondoljuk, ez a fajta időben jött felmérés, és utána hozzátartozó terápia. A résztvevők megismerkedhettek a Jászfényszarun szülői kezdeményezéssel indult, közösségi összefogás eredményeként megvalósult mintaprogrammal. A módszer, amit a városban már sikerrel alkalmaztak, egyéni és kiscsoportos mozgásterápiát, megismerésen alapuló fejlesztő munkát foglal magába. Itt van olyan gyermek, aki nagyon mélyről indul, nagyon más kultúrából, szociokultúrából érkezik, de a szülő csinálja. Van olyan, aki nagyon jó körülmények között jön és csinálja. Van olyan, aki semmi extra nincsen, csak éppen nem úgy beszél a gyermeke, vagy nem úgy mozog. Tehát egy a lényeg, hogy Jászfényszarun a szülők összefogtak. Én azt tapasztalom, hogy jó a visszajelzés, azt tapasztalom, hogy a gyerekek látványosan fejlődnek. Egy negyed század a létező program módszertanát vették át Jászfényszarun. A BHRG alapítványt édesanyám Lakatos Katalin alapította 1993-ban, és nagyon sokat dolgozott azon, hogy egyrészt a gyerekeknek az eltérő fejlődését egy korai szakaszban felismerje, és hogy ezzel kapcsolatban tudjon segíteni a szülőknek, másrészt pedig azt, hogy a szakmának a különböző területein az emberek összefogjanak, és hogy fel tudják ismerni ezeket az eltérő tüneteket, eltérő fejlődést. Az egésznapos konferencia előadói leginkább arra szerették volna felhívni a szülők figyelmét, hogy a gyermekek fejlődésének változásaira érdemes odafigyelni, és ha szükséges, minél korábban segítséget kell kérni.